Kábel rágás mentes jó estét kívánok mindenkinek, főleg Mujónak, tudja, hogy miért. Halló! Elektronikus zajoktól mentes szép napot mondtam volna, hogy igen, és mondtam is, de valahogy úgy van, hogy mikor bejövök podcastelni, még kint valami világosság van, most hátra néztem, és totális sötét. Hát azért még várjuk meg ezt a nyári este kilenckor is verőfényes napsütésben podcastelést, ez még nem az a francba. Mi a helyzet? Mújó, szerintem így a, a, heti kezdéseket tekintve most kezdte, hogy mi a helyzet veled. Jaj, hát én nehezen tudnám elmondani, hogy mi van velem. Nemrég estem be munkából, úgyhogy az van velem, hogy dolgozom. És, és egészen átszerveződtek a mindennapjaim. Nagyjából erről, ezzel telt a, az előző hetem. És, és izgalmas, meg szúpi, meg minden. Például ezt a, ezen a héten kezdtem el, hogy az esti hegedülést áttettem reggelre, és reggel munkába menet előtt hegedülök. A betyár Ilyen. mindenségedet elképzeltem, mint a Sheldon Cooper, hogy de, de ma nem eszünk pizzát, pizzát csütörtökön eszünk. <laughs> tehát ez a, ú, az meg szédülök, tudod, átraktam reggelre a hegedülést. Nem, Foda. hát ez azért... Mondjad. Mondjad. Ne, nem, nem mondom, tudod, a fels, felső tízezer sportosabb tagjai, azok reggel futnak, kocognak, kondiznak, nem tudom én mi, mújó meg reggel hegedül. Jó, hát a mújó a felső tíz tagja, akik tudod, ez a hegedülés, ez a... olyan sportokat művel, hogy el nem tudjuk képzelni. Andor sehol sincs hozzá képes. úgy kutya füle. Na és ezen a hatalmas nagy változáson kívül nem, ja, hát ez a hatalmas nagy változás, ez még hatalmasabb, mert nagyon sok szempontból alakult át minden napon meg, ahogy szervezem az időmet, meg ilyesmi, úgyhogy ez ez nagyjából, ami, ami kitölti az egészet, de baromi érdekes, meg tök, pozitív, jó, sokkal összeszedettebbnek érzem magam így, hogy mondjuk nem 24 órában van széthúzva a, a napi teendő, hanem 8 órában egy kompaktul lepörög, és aztán így este 9 magasságában úgy találom, hogy rengeteg időm van, nem tudom, mit kezdjek magammal, mit csináljak. Szóval tök érdekes, érdekes. Ezt mondják egyébként a, a home office egyik hátrányának, hogy a, az időérzéket az úgy elcsesződik, vagy széttolja, hogy, hogy bár azt gondolnád, és vannak olyan emberek, akik hú, home office-ba vagyok, akkor nem kell annyit, mert nem lát a főnök, de nem, a legtöbbjük, azok, azok túl dolgozzák a, nyolc órát azért, mert otthon vannak, és nem érzik, hogy, hogy most kéne, hogy vége legyen. Ez lehetett akkor nálad is. Nagyon... Nem feltétlenül, még hogyha nem is dolgozott túl a nyolc órát, mert ugye nyilván az otthoni melónál ilyen bőrztökbe jönnek ezek, és hogyha éppen úgy gyűlnek össze, akkor akár több mint nyolc, néha kevesebb mint nyolc, meg ilyenek, hanem inkább azon múlik szerintem, hogy így próbálom értelmezni is, hogy, hogy mik ezek az új impulzusok, meg mik ezek a, 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 az új élmények, meg hogy hogyan alakul át az egész kóceráj. Hogy inkább az van szerintem, hogyha az ember otthonról dolgozik, és, és így szétnyújtja, mint a rétes tészta egész napra a teendőit, akkor sosincs egy olyan adott pillanat napközben, amikor az a, az a jól végzett munka elégedettsége töltene el, hogy megcsináltam, lezártam, hanem folyamatosan ez a, ez a valamit még csinálnom kell, ez a sosincs vége feeling van, és ez például egy új élmény, hogy leteszem a lantot nap végén, és, és olyan kerek komplett érzete van. A másik esetben, amikor itthonról dolgoztam, akkor, akkor ez egy ilyen, ilyen folyam, nem tudom, biztos ismeritek az az érzést, amikor nagyon sok teendőtök van, és hiába csinálod, egyfolytában úgy érzed, hogy, hogy sosincs vége, és mindig ilyen kardjaként lebeg a fejed fölött, hogy, hogy va va -valami, valami hiányzik, valamit még csinálnom kéne. És, és, és ez, ez a, ez a fajta érzés szűnt meg így most minden estül. érdekes, érdekes. Azt hozzátenném. Bennem az a fajta. Csoda? nem fifi Mondom, bennem az a fajta érzés van, hogy most másfél percet beszéltünk arról az egyszerű mondatról, hogy ha otthon dolgozó, fragmentálja a napodat az otthoni munka, szétfragmentálja. Még ha ben dolgozol, akkor megvan egy, vagy a nyolc órád, azt helló. Hát azért ezt nem merném így kijelenteni, mert az, az ül akkor, amit Mújó mondott, amikor projekt -szerű munka van, vagy, vagy vannak adott napi rutinok. De, de például egy üzemeltetés részen ilyen nincs. Azért mondom ezt, mert én is üzemeltetés részen dolgozom már 10 éve. Tehát ott ez a... Beméz... De soha nem üzemeltetett. De azért mondom, hogy... Ez nem igaz, hogy soha nem üzemeltettem, mert üzemeltettem csak napi 24 órában azt is. Hogy, hogy az, a, az, a, fejlesztői munka, hogy ma ezt kell megcsinálni, idáig kell eljutni, az jó mérhető, odáig eljutottam, de az üzemeltetésnél meg ugye, ugye a napi üzembiztonságot kell biztosítanod, és, és az, az egész más, de, de jó volt hallani, hogy mondod, hogy egész új impulzusok értek, elképzeltelek, és nem kell magad, ne nyugodtan vedd magadra egyébként, a, hogy milyen szokatlan, hogy a bejárati ajtó kaputól kell visszafordulni, ú, bassza meg, régen alsógatyába kóderkedtem, most meg így látlak magam előtt, hogy alsógatya, cipő, már nyitnád a kaput, kezedben, vagy válladon a laptoptásk, és jaj, nadrágír visszaszaladni. Ú, ez is megvolt, szokatlan a... dolog. Ez a fixa ideád, ez a, az alsó nadrágban kóderkedett. Egyszer kellett mondanod, és azóta ez így megragad bennem. És a macskát se viheted be a munkahelyre. Jaj, de gondolom van valami plusz macska az asztalán. Te tényleg ilyen fixasztalos asztalos melóhelyen vagy, vagy, vagy így, így szálltok éppen asztalról asztalra, amikor beesel és van szabad asztalod, a huppansz? Azért szeretném eloszlatni azt a tévített Charlie, hogy mostanában alsónadrág nélkül kóderkedem, tehát továbbra is van rajtam alsónadrág. Ne, én ezt mondtam, hogy alsónadrág és csak az. Ja, ja, nem definiáltad pontosan a, a feltételeket. Hát azt mondtam, alsónadrágban. De Minden nap alsónadrágban érde. kóderkedek. Non-stop kóderkedek. Az egyetlen hely, ahol nem alsónadrágban kóderkedek, ahol nem kóderkedek például az zuhany. Rossz, rosszul tűrné a zúgó vizet. Szóval, hogy a kérdésedre is válaszoljak, van fix asztalom, meg a tímemnek is van fix sarka, meg ilyenek, de hogy ott ugye az egész iroda úgy van kialakítva, hogy nem kell az asztalodnál dolgoznod, hanem mindenféle ilyen növényezzek, zugok, meg föl lehet rámászni, és akkor babzsákok, tehát igazából az egész irodába el lehet menni és találni egy zugot, hogyha az ember éppen ott akar, vagy ma lementem gőzölni, levittem a kis notebookomat, és lenne a zapacukának a kerti asztalaira kicsaptam egy bögre kávéval, és onnan a kis délutáni tavaszi napsütésbe, úgyhogy ha az ember aztonál akar dolgozni, akkor megteheti, ha máshogy akar dolgozni, akkor meg miriádi ilyen kis zug van, ahol, ahol püfölheti a billentyűzetet. Láttam az első munkádat. Fantasztikus. Ugye? Ugye? Ja. Gondolom ez több, több napi jelfoglaltságot jelentett számotokra. A tím több tagjával együtt. Talán, 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 talán öt perc alatt meg volt. Na és veled, Fifika, mi történt? Hú, én tegnap uh, élmény, élményutazáson voltam. Tehát. Tudjátok, hogy kim vagyok, és uh, tegnap uh, ilyen a hajnali négykor uh, keltem, Fél ötkor indultunk Románia fővárosa Bukarest irányába. Úgyhogy elhagytuk Erdélyt. Hát ilyen 200... És meg lett az útja. meg. 290, 300 kilométer nagyjából, és ebből a 300-ból Bukarest alatt van 50 kilométer autópálya. Tehát, ja, és két hegyen jössz át, ugye a Hargitán és a Kárpátokon. Uh, hihetetlen uh, élmény egyébként. Amúgy az utak jók, csak ilyen. Ez, tehát olyan, olyan kanyarok, meg, meg olyan szerpentineken jöttünk, mentünk, hogy csak lestem ki a fejemből. Ráadásul tudod, azért ilyenkor hétköznap óriási kamion, meg uh, teherautó forgalom van egyébként is. Uh, és hát ugye, Bukarest az nekem egy ilyen kvázi szűz terület, mert valamikor 82-be járt, vagy illetve suhantunk át a városon, tehát akkor nagyon meg se tudtam nézni. Most pedig elég sok helyen jártunk. Nagyon ér, voltunk a parlamentnél, tehát nem tudom, tudjátok-e, de de állítólag Európa egyik legnagyobb parlamentje a, a, bukaresti, és ez abszolút Ceausescu építmény egyéb, nem is tudom mire hasonlít. Tehát egy ilyen, ilyen posztkommunista francia tülériek benyomásod van, ha így ránézel a, a parlament épületére. Amúgy nagyon szép, körbeparkosított, dupla zöldövezetes sugárút vezet oda, a szökőkutak, garmadája, na, tehát egyfajta. Valamikor azt mondták állítólag Bukarestre, hogy ez egy ilyen kis Párizs. Voltak olyan részek, amilyen Budapest ö, részeket idéztek, Ugye ja, ott is megvannak ezek a, a nagy üveg ö, iroda ö, a háztömbök, újépítésű lakóparkok, szóval egyébként teljesen azt mondanám, hogy rendben van a város, de, de sokkal kaotikusabb, mint, mint Pest. Az, és ez egy három és fél milliós főváros. Tehát ott valóban három és fél millióan laknak bent a városban, és nem a, a vonzás körzet. El, és hazafelé jövet, eszem, hogy rájöttem, hogy mi az, ami engem folyamatosan zavar Romániában. És ha hiszitek, hanem az, hogy Romániának soha nem volt semmilyen település rendezési előírása. Tehát, ha volt egy darab telked, oda úgy és azt építettél, amit akartál. Hát erre és majd ez... mondok valamit, hogy szerintem pedig volt, de fejezd be a gondolatot. Szerintem, szerintem nem, tehát én most így jöttünk hazafelé, és, és totálisan kiakadtam azon, hogy látsz egy házat, amit felújítottak, mondjuk van fölül négy ablaka, abból háromat ilyen hülye csúcsos török ablakra cserétek, a maradékot meg meghagyták régi szögletesre. Érted? Vagy mit tudom én, a fa, gyönyörű szép régi faragott fa berakása a házon, alatta ilyen, ilyen PVC borítás, ami úgy néz ki, mint a kő, fölötte meg egy lindap tető, tehát ilyen, ilyen iszor. tehát egyébként azt mondták nekem az itteniek, hogy itt úgy építkeznek, hogy először körbe mennek a szomszédokon, hogy kinek mi maradt, és utána kezdik el építeni a házat abból a maradékból. Tehát, tehát tényleg, tehát egy ilyen, ilyen hihetetlen, mindenféle stílust, ízlést keverő, nem tudom, tehát úgy fölkapod a fejed, ha látsz egy olyan épületet, úgy de jó néz ki, az már több gúsztusos, meg, meg hogy egységes, meg stílusa van. De, de, de hogy bemész egy faluba és mondjuk minden ház három méteres előkerte kezdődjön és nem lehet csak magas földszintig építkezni, vagy csak cseréptető lehet, vagy nem tudom tehát hogy valamiféle egységes kép legyen az utcafront felé, az szinte elképzelhetetlen hát Na, Szerintem most mondjál, az elég el. dolog egyébként, amit te mondasz ez az egységes utcakép a a vidéki magyar falvak, amikor keresztülmész, és látod, hogy egy kaptafára épült, ö, ugyanolyan formájú, ugyanolyan tetővel, meg semmi fantázia nincs benne, ez az egyik. A másik, hogy volt ilyen, ha visszaemlékszel, bár az nem az nem építési engedély, meg, meg ö, ilyen ö, kinézetre vonatkozott. Ugye csuseszkunak volt annó az a fixa ideája, hogy hogy megapoliszt épít, és, és, akkor volt az, hogy a tömeges kitelepítések ugye a falvakból, és ledózerolták őket, és mindenkit telepítettek be azokba a kurva nagy panelokba, amit mondjuk Bukarest külsőn is láthattál, ha arra jártál. Úgyhogy volt ilyen, sajnos szomorú dolog, de, de volt ilyen. Úgyhogy... Az úton, amikor jöttünk, akkor tehát jössz át Erdélyen, Hargita, Kovászna, Brassó, ugye a megyék, és, és akkor beszélgettem a, az úti és ő mesélt, hogy annak idején Ceausescu úgy oldotta meg ezt a, ahol tiszta magyar lakta részek voltak, hogy oda mindenképpen ipart telepített és a, az, az, ipar ugye az, az egy nagy munkaerő felszívó, és ezért aztán pluszban ezekre a településekre nyilván nem magyarokat <laughs> vittek oda, hanem, hanem, románokat, és akkor így próbálták meg fölhígítani a, a magyar lakta településeket, és ezek az, ezek a, az, az ipari övezetek a, a, nagyvárosokra, a nagy magyar lakta városokra rettentően jellemzőek. Ezek most egy, egy, egyébként egy ilyen rosdatemetők, tehát egy ilyen borzasztóan lepukkadt rom épületekkel, teli tűzdet. mondjuk egy-kettőben még lehet, hogy folyik munka, azon látszik is, de, de körülötte mindenhol ö, ilyen rosdás és borzasztó romok vannak, szóval a Romániának még szerintem nagyon-nagyon sok uh, idő kell ahhoz, hogy eltüntesse ennek a, a volt érának a nyomait. Uh, de megmondom őszintén, miután kiegyeztek a csikisörre, én már csak drukkolni tudok nekik. <laughs> hát ezt majd egy későbbi pontban akartam elsütni, de, de <laughs> most is mondhatjuk. a poén. Igen. <laughs> ez a hatalmas nagy problematika, a csikisör szága, az over befejeződött, és <laughs> nem is én nem értem, hogy mi tartott ennyi ideig egyébként. Mikor a legnagyobb megállapodás része az volt, hogy mindkettő fél ejti az egymással szemben ö, állított vádakat. <laughs> Azzal, tehát, tehát reszeltük a fingot itt hónapokon keresztül. Hát, illetve ugye a, Ciki Csiki levette az igazi jelzőt, mert, mert azért ugye ebbe a sztoriba a lényeg az volt, hogy Csiki Sörnek a helynek kent ismerte meg Románia a csukot. Jó, igazából és, leszarom. Én a, 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 a magyar vonatkozás idegesített csak a sör neve engem mindig is idegen hagyott, de ez a, ez a prókátor szerepben tetszeg, és ez, ez agyfasz volt. De már ennek is vége. Vége bizony, és majd hogyha ha ez lecseng, akkor utána jönnek más szagák, mert hogy ezen a településen kiderítettem, vannak még azért érdekes dolgok, és hogyha elő fog ez jönni valamilyen szinten, akkor majd beszélünk róla, de addig nem akarom ráönteni a forró vizet a, a farkasra. Na és veled, Charlie, mi történt a héten? Ahogy közeledik a nyaralási szezon, én úgy kezdek el egyre jobban lerokkanni. A kezem az, az megint elbasztam, tehát így, így örülök, hogyha tudom mozgatni. De egyébként még a, a az egyik videó alatt így kinyúltam egy konyha mérlegér, visszafele jövett, Ö, ott a derekamat húztam meg, tehát becsípődött az ideg, úgyhogy Fantasztikus, most napi két midetonnal élek, vagyis hát mozgok, mert élni eddig is éltem, meg anélkül is élek, csak most a mozgásban ez a termék segít nekem, és hát gyakorlatilag ennyi. Nem történik velem az égvilágon semmi. Jó bulást! Köszönöm szépen. Ami ilyen is vonatkozás, azt inkább ne kiabáljuk el, amit most mondtam nektek adás előtt, majd hogyha ha időszerű lesz, akkor mindenki megtudja, hogy, hogy mi az, amire még várok ö, ilyen is témák előre haladtával, vagy azok kapcsán igazából tényleg az, az üzemeltetők unalmas hétköznapi életét élem, és ö, Mostanában nem, nem unatkozom éjszakánként, mikor dolgozni kell menni <coughs> sajnos, úgyhogy hát ennyi. Nem tudom, hogy folytathatjuk-e az on-topic témákkal. Yes. essünk neki. Nem, eszembe jutott. Voltam a héten a, az MP-nél, aki ugye nálunk volt egyszer egy crossover adásban, aki Aha. a Hiányzó Podcastet csinálja, azt majd be is fogom rakni az adásmenetbe. É, uh, láttam hogy náluk voltam most én vendég, ö, vendég showrunnerként, vagy hogy is fogalmazzak, és beszélgettünk a, az én hiányzó darabjaimról, ugye téma van, de egyébként pont csak arról nem beszéltünk, tehát ez a tudod, hogy sűrítsé bele egy másfél órába olyan dolgot, amiről mi 150 adást beszéltünk, és tényleg napokig tudnék beszélni róla, de jött akkor ez, akkor még arról is, még, és azzal mi van, és mindegyikről, mindegyikről tudtam volna órákat beszélni, de hát bele kellett sűríteni, körülbelül másfél óra lesz, valamikor egy héten belül talán ki is rakja a MP, úgyhogy akkor azt majd, azt majd megosztjuk mi is. Egy jó hangulatú beszélgetés volt egyébként, tőle ugye annyira nem is távol az elektromos cigaretta, de de ott volt a Runyai Gábor is, aki, aki rögzíti ugye az egész anyagot, neki is van külön podcastje, de, de ő is bent volt a beszélgetésben, és tök érdeklődő volt a témával kapcsolatban, és remélem, hogy a, azok az emberek, akik, akik a témában nem annyira járatosak, az ő hallgatóik mondjuk, de érdeklődőek, vagy nyitottak, vagy esetleg keresik a megoldást a bajukra, a témával kapcsolatban egy pici támpontot tudtam nekik adni. Természetesen papír meg minden nélkül, tehát lehet, hogy egy-két számszaki hiba belecsúszott, épp mikor olyan adatot kértek tőlem, de úgy nagyjából azért igyekeztem fejből kotta nélkül megfelelni a, az elvárásoknak. Természetesen Krisztián végighallgatja, majd biztos talál benne. az nem 160 millió, hanem 159,7, meg ilyeneket, de egyébként... Semmi gond, nem hallgatom végig. Ja jó, majd, vagy, azt a részt majd mondom, hogy ott ne hallgass meg, meg azt te át, még öt másodpercet ugorj, és akkor a végén azt mondom, hm, ez tök jó volt. Úgyhogy ennyi volt igazából ez a, ez a hét. De hogy amit ilyenkor szoktam mondani, hogy meg kéne nyomni, akkor most átkötünk az Ontopikba, és mondhatom, hogy meg kéne nyomni, mert kint van a a, a pre-sales, vagy hogy mondják ezt a amikor még nem jelenik, meg csak föl tudsz iratkozni a filmre. Na mindegy, ez az előértékesítés, mm, ugye az iTunes-ban. És ö, látom ott a pre-order, pre igen, a Rotten tomatoes a a linkjét, ami jelen pillanatban a filmnél a tomatóméter az nem túl nagy, 40 százalék. Bár ugye ott van a pattogatott kukoricás doboz, hogy 97 százalék liked it, de, de nyomjuk meg azért, tehát egy regisztráció múlik, és aztán lehet értékelni, hogyha valaki látta ezt a filmet. Úgyhogy én arra biztatnék mindenkit, hogy majd a, a linken elnavigálva próbáljunk egy kicsit lendíteni rajta, hogy ha valaki az iTunes-ba csak ezt látja meg, hogy a, a paradicsom mérő az, az, mennyi, akkor ne ez alapján döntsön, hanem, hanem tényleg valami jobb számokat lásson ott egyébként. Úgyhogy Ennyi lett volna ezzel. De ezek a... az IMDB-n mennyire jó. Mondjuk a Rotten Tomato az ott valahol a 60%-os érték az már jónak számít, amennyire én tudom. Igen, meg, De meg, ott, meg ott valahogy így le is járatják, hogy ez már rég volt ez a, ez a szavazás, és akkor azt valamennyivel visszaveszik annak a, az értékét, vagy súlyát, nem tudom, hogy igazából hogy működik ez náluk. Az IMDB-n is persze nyugodtan meg lehet tolni a a szekeret ott is össze lehet kötni, akár Google vagy Facebook, vagy anyám kínja tudja milyen ekantal, és akkor még regisztrálni se kell csak. A, igen, 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 igen. Épp, épp, most tettem meg, tehát tényleg két kattintás is Mi láttad a filmet? Te durva, akkor te benne vagy a felső X-ben. Hát, nem háttal ültem, Charlie. <laughs> hát várjál, Boris se, az mégis elaludt, tehát láttam én már karomvarjút. Menjünk a következő témára, mert az valamelyest pozitívabb lehet a dolog, meg, meg a, az utolsó két-három nap média figyében ez a ez a súlyos, úgyhogy Krisztián. Jó, megtörtént a kisebb fajta csoda, ugye már tavaly szó volt róla, hogy a Billion Lives premiére, nyári premiére után bejelentette közvetlenül utána az Ausztrál, Ausztrál Új-Zélandi kormány, hogy megfontolja a nikotintartalmú elektromos cigaretták legalizálását, mert hogy Új-Zélandon ez idáig az illegális volt, nem lehetett forgalmazni, és és megtörtént, eljutottunk ide, még egy év se tellett bele, jött a hír, hogy a, az új-zélandi kormány ténylegesen már nem csak fontolgatja, hanem legalizálja az elektromos, eh, nikotintartalmú elektromos szigaretták forgalmazását, úgyhogy helye újja van. Ami, amit te belinkeltél, az, az, az egyik. Én egy, én egy olyan oldalt találtam, ami szintén új-zélandi, ahol mindenféle média visszhangokat gyűjtöttek ezzel kapcsolatban. Csak egy párat emelnék ki belőlük, akár névvel, akár név nélkül, nem fogom én mindegyiknél itt nézegetni, hogy ki mondta. A legelső az egyébként Mareva Glover volt, egy docens, aki a School of Public Health nevében kommentelt. Azt mondja, hogy... Akivel öt... tavaly személyesen is volt szerencsém találkozni. Ce fun, fun, fun fact. Celebek minden szinten. Hogy elég szerencsétlen összekeverni a, 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 az elektromos cigaretta tilt, illetve tehát a, a, az elektromos cigaretta használatot a dohányzás tiltással. Azt a, azt a rossz üzenetet, azt a vegyes üzenetet küldi neked, ambivalens érzéseket kelt benned, hogy, ugyanolyan veszélyes és ártalmas a, az elektromos cigaretta használata a dohányzással mérhetően, mert hiszen ezt is tiltják a használatát. Ez volt az egyik. A másik az azt mondja, hogy... hogy ja, hogy... és nem adóztatják meg. Igen, igen, az a következő. Ezt el is felejtettem mondani, hogy úgy döntöttek, hogy nem teszik jövedéki termékké az elektromos cigarettát. Igen, van itt egy olyan, hogy természetesen még mindig benne van, hogy, hogy valószínűleg növeli az esélyét az elektromos cigaretta a dohányzás leszokásában való segítségnél, de hogy a pontos előnye a leszokásban való hozzá, járulásban még nem tisztázott. Hát tisztázzátok, baz meg, tehát bocsánat, de én mindig ezt mondják, és senki nem mond ezután semmit, hogy én így, így próbálom, vagy így akarom, vagy ezt teszem ez érdekében. Mindegyik csak azt mondja, és próbáljátok már megfejteni velem, hogy miért egyszerűbb, én tudom, hogy egyszerű ezt kimondani, hogy a pontos ö, előny vagy hatás még nincs tisztázva. Ezt értem. És te vizsgálod? Ja nem, nem, de nincs még tisztázva. Hát ez, ez egy zseniális mondat. De tudod, mi kellene ez? Nem, nem kell ez egyébként sok. És ugye, mint kiderült 2016-ban a Nefi megint csinált felnőtt dohányzás felmérést. És két-három célzott kérdést kellene ebben a témában beletenni egy olyan kérdőívben, amit a legtöbb ország évente megcsinál, vagy legrosszabb esetben két évente, és már is már is-már is teljes képet kapnának arról, hogy a lakosság körében az elmúlt 20-10 év alatt milyen hatásokat mutatott fel az elektromos szigaretta a, a leszokás terén, és mégse csinálják meg. Szóval én sem tudom, hogy miért nem, sejtéseim vannak, hogy például itthon miért nem csinálják meg, de annyira rohadtul egyszerű lenne, és közben azon nyávognak, hogy randomize control trial van szükség, stb. 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 Tehát könyörgöm, húzzátok ki a fejeteket a, a, a laboratóriumból, meg a mesterséges környezetből, és kérdezzétek meg a húsvér embereket, hogy, hogy mi az Isten történt velük. És itt vagyunk, hűvös halomba tömegével itt állunk, akik az elektromos cigaretta segítségével hagyták abba a dohányzást, és továbbra is, mintha nem is léteznénk. Nem tudjuk, hogy mi van ezzel. Mi tudjuk? Akár csak meg kéne kérdezni minket. És az, hogy kit kérdeznek, meg van egy ilyen komment is, hogy a, a dohányosok ö, ö, nagyobb valószínűséggel váltanának elektromos cigarettára, hogyha szakértői segítségnyújtást kapnának. Nem világos, hogy, hogy mit tudom is én egy szupermarkedben vagy egy benzinkúton, aki oda be van állítva, mint eladó vagy benzinkutas, az milyen szaktanácsot tud adni ezeknek az emberekre? Vagy embereknek bocsánat. Milyen Aztán... érdekes, hogy ezt, ezt Új-Zélandon problémaként érzékelik, amit nekünk a, a volt helyettes egészségügyért felelős államtitkárunk elintézte annyival, hogy senki ne gondolja, hogy ez baromi nagy szakértelmet igényel. Ö, van egy ilyen, hogy ö, azt mondja, igen, hogyha valaki úgy dönt, hogy az elektromos cigarettát ö, 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 használja, például ö, a barátokkal, mikor ö, bent van egy épületben, vagy a haverjai kint bagóznak, de ő elektromos cigarettát használ, ö, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy, ö, hogy kisebb egészségügyi kárt okoz a szervezetének, mint do továbbra is dohányozna. Ö, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy mondat, ami <coughs> nagyon jó volt a, a Phil ez a trilógiája, amit vagy hát három darabra szedtem, olyan kurva hosszú volt a, a beszélgetés egyébként, és ezt majd be fogom rakni a show notes ö, ö, Beszélgetett ö, Phil Bussardino, a... a Ebben a trilógiában a Mike Morgannel, és, hú, hogy is, António, akár kicsodával, a Bella Vita Modestól, és ugye Mike Morgan, nik néven Zen, ö, beszélt legtöbbet, leghosszabban. Ö, baromi hosszú a videó, tehát másfél órás videókat képzeljünk el, de kurva jó mondatai voltak, és ö, és az egyik az, az pont ezzel kapcsolatban volt, hogy ugye kint Amerikában az FDA miatt már azt sem mondhatod, hogy 95%-kal kevésbé káros, ugye? Ugye? Igen. És, mire mivel indokolja ezt az FDA? Várja, várja. Nem szabad. Mondja. Azt mondja a Zen, a, és hát a Mike azt mondja ott a, a videóban, hogy most azt szeretném mondani, hogy jaj nem, először is azt kérem, hogy aki amerikai állampolgár, most kapcsolja ki ezt a videót. Oké, okay. na, most akik Angliában vagytok, vagy Európa más részén, nálatok 95%-kal kevésbé káros, mint az, elektro az elektromos cigaretta, mint a hagyományos. Nálunk Amerikában már nem. <laughs> most ne Amerikában, akik vagyok, kapcsoljátok ez rátok nem vonatkozik. Nálunk ugyanolyan káros. Hát, <laughs> <laughs> ez kész. Zseniális az öreg. <laughs> és tényleg És így van. az FDA ezt azzal indokolta, hogy azért nem szabad mindenféle ilyen ártalomcsökkentési üzeneteket megfogalmazni a vásárlók felé, mert még a végén összezavarodnak. <laughs> nem vicc. Já, fantasztikus. Éh. Úgyhogy ennyi volt Új-Zélandról részem, de hát Fifika kommentelt, hogyha gondolod. Valamit akartam mondani. <laughs> és, és aztán félbeszakította. És Mondj, hát ez puss. olyan, mint az üvegtigris. Te valamire ki akarsz lyukadni, de én ezt nem <gül> hagyom. <gül> de majd eszembe jut, és úgy csinálok, mint <laughs> Krisztián. Amíg eszedbe jut, addig nekem eszembe jutott az elmúlt hétről el is, Csárlinak is később jutott eszébe valami, múlt héten meg kivált kép, hogy úgy nézett ki egy darabig, hogy egyetlen gőzlér vagyok a munkahelyemen, és aztán kiderült, hogy nem, képzeljétek el, egy francia vaper kollégát sikerült fülön csípnem, és már gőzöltünk is együtt a délutáni tavaszi napsütésben. Ez már, ez már olyan, mint egy pornó, komolyan. Coil porn. Coil porn. és, Coil porn. És tök jó volt, hogy felfedeztem, mert szegény abszolút tájékozatlan volt a magyarországi helyzetet illetően, úgyhogy kapott egy ilyen negyedórás gyors talpalót tőlem gyorsan lenne az udvaron, hogy képbe legyen, mi vár rá, mire készüljön, hol tud bármit beszerezni, mint kiderült egyébként az utolsó, ő nem felújítós kazánt használ, hanem ilyen cserélhető fejes kazánt használ, és már az utolsó szénfekete fejét Szívja úgy, hogy pont időben sikerült egymásra találnunk, hogy útba igazítsam, meg figyelmeztessem arra, hogy május 20-án megint jön a Denevérország 2.0, úgyhogy ha bevásárol, akkor vásároljon be kb. fél évre, mert a kutya se tudja, hogy mi lesz itt. Szóval ilyen, van gőzlér kollégám. És popfiltered Még... van? Van popfilterem, mit használom. Ó, jó, jó. Közben, közben, eszembe jutott, hogy mit szerettem volna hozzáfűzni ez az egész... Tudtam én. ...sztorihoz. Tudtam, 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 hogy senkit ne tévesszem meg a magyar szabályozás. Mert hogy a nullás, illetve a nikotinmentes likvid az jövedéki adó alá esik egészen az új jövedéki törvény bevezetéséig. Jó, ez mondjuk jogos. Tehát ez egy, ez egy rettentő fontos dolog, mert akit mentes likvid forgalmazáson kapnak rajta, az ugyanúgy fog bűnhődni, mintha nikotinost adott volna. -e. Tehát most nem azt mondom, hogy Mindenki tegyen bele nikotinből a büntetés ugyanannyi, csak hogy a, a mentes, mert egy csomóan a, a megkerestek a héten, illetve a múlt hét végén, a kiskereskedők, a nagykereskedők, hogy most akkor lehet, nem, 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 nem. Amíg az új jövedéki törvény életbe nem lép, addig a régi, a hatályos, amelyik szerint a nikotin nem tartalmazó likvid is jövedéki adók. Aláesik. Tehát ezt mindenki vegye tudomásul. Sokat már nem kell várni, mert április egy itt van a nyakunkon? Én uh, nekem valamiért június van a fejembe, Krisztián. Igen. igen. Hú. Uh, Eltolták, vagy kitolták? El, igen, kitolták. Kitolták. A múlt heti adást hallgass vissza ott Június. Róla. Igen, hallgass vissza az adást, Krisztián. Június. De hol van benne? Hát hallgass meg büntetésből az elejétől a végéig. Ki mondta ezt valami felső hatalmak, vagy mit tudom is én? Nem hiszek én ezeknek. Ez a háttérhatalmak, a soros összeesküvés, vagy nem, nem tudom. Tehát ez, a, ez a, a nagy helyzet, hogy senki ne gondolja azt, hogy holnaptól már ezt szabadon lehet árulni. Egyébként sem lehet szabadon árulni, tehát a trafikból nem vették ki a nikotint nem tartalmazó likvidet, tehát továbbra is csak a trafik hálózaton keresztül lehet értékesíteni. Hát ezek, ezek, tényleg nagyon fontos információk. Mindenki, aki ezzel foglalkozik, vagy hasonló jellegű üzlete van, az ezeket tartsa szem előtt. És akkor az sem aki, hogy... aki a Facebook csoportban írja, hogy egy decit kever bárkinek 5000 forint <laughs> Nem hiszed el, bazd meg, Ö, beleszaladtam. Tehát ott le volt láttam, 10, láttam. 10, 10 milli 50, 100, és a többi, és a többi, és a többi. Hát mondom, az meg, én ezt nem hiszem el. Hogy ez mindig elő kell. mindig van egy ember, aki okosabb, meg jobban tudja, és majd ő kever, de tényleg ilyen pisti kever otthon a Józsinak. Én és minden mi Pistitől is Józsitól elnézést. Igen. Nem, még, tehát nem vagyok hajlandó még, még húslevesre vinni neki, mert aki hülye, halljon meg. Ez pont a, a forrasztásos uh, uh, sztori. Azt nem tudom, hogy adásban voltunk már, vagy nem. Szerintem nem. Tehát uh, ha, ha nem tudod, akkor ne csináld. De de pont ezért tehát, hogyha megnézett, mit tudom is én, mert valaki felrakta, hogy hogy kell levest keverni, és és aztán ő annak hatására kever valamit, és eladja. Hát ez kurva jó, én, én vagy Blacky vagy X vagy Y tényleg azért csinálta a videót. Tényleg. Nem szabad, nem szabad ezeknek semmit. Már hogy itt az ezeknek alatt azt értem, aki ebből akar nyerészkedni, anyagi haszont szerezni. Hiszen mi se azért csináljuk. Egyrészt, másrészt pedig ezeknek mindig megvan a az, az egészségügyi kockázata. Érted? Nem a Krisztiánt akarom bántani, de, de most, hogyha Krisztián egy ilyen zug likvid keverő lenne, érted, és telibe szarná az egész HACCP, hat még mit tudom én, mindenféle előírást, azt megsimogatja a macskát, érted? Nyúl a likvid, egy kis macska kerül bele, nem számít, érted? Vagy ha kutyája van, akkor kutyaszőr, vagy hogyha tengeri malac, maradt Hát tud csak Értem. finomabb lesz. Ho homeopátiás, allergia ellenes likvid. Vagy a fürdőszobában a WC kagyló mellett krettjeg a, a keverője, mert ott van szabad úszas. Nagyon, nagyon kell a... már WC-re mennem, de ezt még összekeverem közben. Az az igazi workaholic, tudod, még a wc is csak keverni tudok. Figyelj, úgyis ülsz kényelmesen, de egy ilyen kis horgászasztalt leteszel magad elé, és jobbra Kodály, Kodály, Zoltán is megmondta, csak tiszta forrásból. Ezt tudom javasolni mindenkinek. Csak tiszta forrásból. A tisztáról eszembe jutott a tüdő, mert az is tiszta elvileg. Te még milyen tiszta a tüdő, pláne a mi tüdőnk, akik már papírunk is van róla, hogy tüdő. Hogy a tüdőnk szuper tiszta, de a tüdővel kapcsolatban nagyon érdekes dolgok derültek ki szintén a héten. A tudomány zseniális, és újabb és újabb felfedezéseket tesznek, még egy olyan ezer éve ismert szervel kapcsolatban is, mint a tüdő. A legújabb, azt mindannyian tudjuk, hogy a szervezet gázseréjében játszik szerepet a tüdő fölveszi az oxigént, lekapja a kis megfáradt vörösvértestekről a, a Széndiokszidot. igen, köszönöm szépen. A széndiokszidot kicseréli, és akkor így aztán nem kékül az ajkunk, és nem halunk meg. Köszönjük tüdő, de, mint a tudósok kiderítették, van egy eddig nem ismert funkciója is a tüdőnek, az egér kísérleteknél arra lettek figyelmesek, hogy baromi sok vérlemezke jön a tüdőből kifelé, ami korábban nem volt benne a vérkeringésbe, és amikor ezt így megfestették, elkezdték nézegetni, hogy mi az Isten történik ezekből az egerekbe, akkor azt figyelték meg, hogy a tüdő nagyon úgy néz ki, hogy fontos szerepet játszik a vérkeringésben, a vérlemezkék előállításában. Erről eddig nem tudott senki. A tüdő, Képz... mint vérképző szerv. Igen. Nekem az jutott ja. eszembe, mikor mondtad, hogy felelős a gázcseréért, hogy ez ez az orális pukizásért felelős. Abszolút, abszolút. Torkon olyan keresztül pukizol. Én nem. Meg a lányok sem. Csak csillánpónik ö, ö, szivárvány színű ö, felhőjét eregetik. Igen, az nem olyan gázcsere, meg nem is olyan gázcsere, mint amikor viszed a az PB palackot és az úja újja. Gumipókkal a pedára kötözve. Az az. A gázpalackot. Fifi, kána, megint hallom egyébként a ezt már nem fogom kiszűrni, mindenki szenvedjen érte, vagy vele ez a, megy a fűtés a szállodába, vagy éppen ahol héderel az öreg, és azt halljuk be, de már múltkor tetemes mennyiségű időt elbasztam, hogy kiszűrjem, és aztán bezombisodott a hangod, úgyhogy. Ö, úgyhogy nem. Nincs az a felharmonikus, amit ki tudnék szedni a sávodról. De, de letudtuk ezeket a tudományos témákat, és nagyon régóta nem köszöntem, meg pedig már három vagy négy új ö, támogatóval is bővült a, a patrón oldalunk, úgyhogy ö, akik eddig megvoltak, respect, az újaknak respekt. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük! Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show t keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. És akkor kicsit könnyedebb vizekre is evezhetünk, mégpedig megjelent a minap egy cikk az Index tudomány rovatában, és azért tettem csak be, mert folyamatosan ezt rá tudnánk húzni a mi, a mi ö, a mi harcunkra, mert ott is ugye arról van szó, hogy, hogy sokkal inkább elhiszik az emberek azokat a az zálhíreket, meg meg ugye egyébként bármilyen hírt, ami az ő saját nézetét támasztja alá. Tehát, hogyha valaki fejben egy picit billen a felé, hogy az elektromos cigaretta már pedig rossz, tetszik érteni, akkor ha ő olvas egy olyan cikket, amit mondjuk az MTI-n fizetett hirdetésként megjelenítenek, és abban azt írják, hogy a nikotér ő akkor azt mondja, hogy jön hozzám autót venni, mert mikor eladom az autót a barátomét, és akkor Tudtad, hogy az a szar a sokkal károsabb, mint a hagyományos cigaretta, hát honnan? A hírviláginfo olvastam, vagy a mit? A Tehát igen, na, ez ugyanaz. És. Ö, igen, így írja a cikk is, hogy a, a post korszakban egyre kisebb a súlyuk a tényeknek. Az önkép sokaknak fontosabb a racionalitásnál. Egészen addig, amíg szembe nem jön a valóság. Ö, te, itt is szembe fog jönni a valóság. Senki ne féljen attól, hogy nem fog kiderülni, hogy mi a helyzet az elektromos cigarettával? Ki fog derülni, már csak idő kérdése ennek. Na, és ez az egy... Bocsánat. Hát, igen. Csak annyit akartam mondani, hogy ez az egész jelenség, ennek, ennek egy fantasztikus neve is van, ez a Backfire Effect, ez írják le, vagy ez, ez, a, ez a Backfire Effect néven ismert jelenség írja le, hogy ez az, amikor a tények nem cáfolják, hanem megerősítik a tévképzeteket. Úgyhogy <kül> pont egy pár ilyet mondanék. Amikor megkérdőjelezik a kreacionisták Darwin evolúció elméletét, mert szerintük a fosszíliák és a DNS vizsgálat nem megbízható, már csak azért sem, mert szembe mennek a kereszténység állításaival. Vagy... Ez kerek, kerek indok. <kül> Vagy hogy tudod, ami, ami mostanában nálunk is sajnos egyre inkább teret nyer ez a az oltások autizmust okoznak, pedig az egyetlen tanulmányt, ami ezt az állítást alátámasztotta, később visszavonták. Tehát hát ez <kül> mint a mi formaldehidünk. Igen, is. igen, igen. Abszolút, abszolút. Vagy szerintem amiből most a, a Trump is uh, merít, a klímaszkeptikusok fák évgyűrűit vizsgálva próbálják bebizonyítani, hogy a globális felmelegedés kamu. A környezetvédelmi lobby csak a piac torzító mechanizmusokat akarja rákényszeríteni a legnagyobb kibocsátókra. <laughs> és sokan elhiszik, hogy Obama, aki szocialista néger, Kenyában született, mert látták a zárójelbe hamis születési anyakönyvi kivonatát. De van itt még ufóhívő, hívő, homeopátia, etc. etc. a, <laughs> a kedvencünk, igen, a chemtrail. Az valahol, az valahol ott a Darwin és a lapos a föld között van félúton de természetesen a 911-ről is az amerikai kormány tehet, és tulajdonképpen ők robbantották föl saját épületeik, épületeiket, és öltek meg több ezer embert. Hát ez szóval fantasztikus. Bármennyire hozzátartozik az emberiség egyetemes fejlődéséhez, hogy masszívan küzdünk az írás tudatlanság ellen, ezeket, ezeket olvasva és halva azért fölködlik az emberben, hogy lehet, hogy egy kicsit bejjebb lennénk, hogyha, ha, ha néhány, néhány, mégis sok inkább az illiteráltság mellett döntenének, és nem olvasnának össze mindenféle blőd baromságot. Az a baj az egészszel egyébként, hogy, hogy amit írnak a cikkben is, hogy a félretájékoztatott emberek nem változtatják meg a véleményüket, ha szembe megy a, a, az ő értékrendjükkel. És ö, most mondhatnánk ki Demiént, Ildikót, ö, vagy a galeriből bárkit. Bustáv, bár, persze. Igen, mint ahogy itt a cikk kitér arra is, hogy egy keményvonalas republikánust nem lehet azzal zavarba hozni, hogy Irakban nem találtak tömegpusztító fegyvert, simán meggyőzi magát arról, hogy már pedig az volt, csak Saddam Hussein azokat még az ország lerohanása előtt megsemmisítette. Érted? A tömegpusztító fegyver az olyan, hogy így hú, meg, kinyitották az ajtót, jó, akkor gyorsan semmisítjük meg. És hogy hogy minél inkább erőltetjük a mi igazunkat, ezért félek én egy picit attól, hogy tehát ezért nem kell evangelizálni senkit, aki nem mutat megfelelő érdeklődést a témánkban, mondjuk. Itt is azt mondják, hogy, hogy hatás ellen hatás. Minél jobban erőltetjük, annál inkább megerősítjük őket a véleményükben. Mondjuk pont azért, mert hú, itt biztos van valami svindli, mert bazd meg, te nagyon meg akarsz engem győzni. Ő itt, itt, de ez nem tetszik nekem. Szóval óvatosan ezzel, óvatosan ezzel. Szerintem ebbe azért nagy fogban benne lehet az is, hogyha még hogyha valakinek sikerül is levezetni, hogy miért nincs igaza, már csak azért is egy ilyen önvédelmi mechanizmus, senki nem szereti hülyének érezni magát, és általában ilyenkor kiderülne, hogy kőhülye volt az illető egészen idáig, és akkor már inkább megracionalizálja magában, hogy miért van mégis inkább neki igaza, mint hogy szembenézzel azzal, hogy egy buta tök volt az elmúlt néhány hónapban évben. Figyi vagy ti néztétek, én mindig figyelek erre, hogy többesszámba. Tehát ti néztétek a Homeland-et? Nézitek? Yeah. Yeah, yeah. Mi nézzük, igen. A, nem a most, Mi tehát nézzük. nem a legutolsó. És ti nézitek? Ó, hogy basz, hogy meg. Tehát nem a legutolsó, hanem az e előtte. Mi is nézzük. Rohadj meg! Tehát az előtte való részben, amikor... A, Ugye az van benne, nem tudom, hogy hívják azt a technikus tudod, aki a régen a Kerivel dolgozott, és kamerát építettek, meg az anyám kényet csináltak. Meg igen, le. igen. És hogy Ég ő beszivárgott, az... tudod, abba, nem tudjuk, igen. hogy milyen szervezetbe, és aztán, aztán ott is ugyanezt történt. Vagy mondhatnánk most ezt az orosz propagandát is, ami ami támadja Európát, ha kimondjuk, ha nem. Milyen orosz propaganda. Csináljunk? Na, ez az, látod. <síns> <síns> De hogy ott is ez megy, mert ott valamit meghackelt, beírt három sor kódot, és egyből megjavult minden, mert te vagy itt a top-notch hacker, és oké, okay, oké, okay, mindenki vissza a munkához, és elkezdték gyártani a, a, a hamis konteókat, amiket toltak ki a közösségi média platformokra. Jaj. És aztán te ezt látod, elhiszed, nem gondolkozol, továbbadod, gerjeszted, gerjeszted, és aztán a kis labdacsból lesz egy kurva nagy lavina és aztán az hát 55. Nem. ember már kész tényként kezeli, hiszen nézd már mennyi hírportálon olvastam, meg megosztották millió, attól nem lesz valami igaz, 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 hogy ez megtörténik. És a legszebb példa erre ma egy elektromos cigis fórum, ahol azért, mert, mert egy, mert egy, egy csinos nőnek a fényképével akart valaki csatlakozni a csoporthoz, meg be volt jelölve neki a csoportból három vagy négy ember ismerősnek, ezért fölmerült a kérdés, hogy vegyük már be őt. És mondom, te figyelj már, azért, mert látta valaki ezt? Ismeri ezt az embert? Nem. És aztán kiderült, hogy ez egész egy iszonyat nagy médiahek, valaki trollkodott, uh, Misi Tomi egyébként, csókoltatjuk innen is, és hogy csinált egy kamunői profilt, te meg azért, mert pasi vagy, mert meg titokban már nem az asszony rá a cerka, ezért bejelölöd, meg, és akkor utána már három haverodnak be van jelölve, akkor ott én is biztos ismerem, vagy majd ha nem, akkor majd találkozunk, találkozunk, bejelölöm, és ha ő mond nekem majd valamit, ami abszolút nem igaz, de kim van a falán, akkor még talán el is fogom hinni. Gondolkozni kell, és nem így ész nélkül mindenkit visszajelölgetni, meg bejelölgetni, meg elhinni a híreket, amik nem is igazak. Egyébként erről az egész sztoriról nekem az jutott eszembe, hogy egyrészt ez nem egy új jelenség, tehát ö, azt hiszem a leghíresebb magyar példa az a, nyilván ti nem emlékeztek rá, én sem emlékszem, csak olvastam a sztorit, az a bicsérdisták voltak. A mi, mi, volt mi, egy mi bicsérdisták? Bicsér... Igen, volt egy bicsérdi nevű úriember valamikor a két háború között, és ő halálos beteg volt, kifeküdt a napra, és meggyógyult. És akkor ez, ez olyan, mint most a vitamin kultusz, hogy írt egy könyvet, a Bicsérdi Ferencnek hívták, azt, azt hiszem, írt egy könyvet a napgyógyító, és az mindenre jó volt. Érted? És akkor a, a így összejöttek napozni, meg nem tudom, és valami bestseller volt a fickónak a könyve, és egy csomó ember abba halt bele, hogy ahelyett, hogy elment volna az orvoshoz, kifeküdt a napra konkrétan bármilyen betegségével, mert az hát, milyen kurva jó. Hát erre csak annyit tudok mondani, hogy bicsértesség. Bicsértesség, és, és, ott, az, és hány tudok még felsorolni, a fényevőket, az ilyen, olyan, am, amolyan ö, baromságokat, és az Ho a, baj, az, baj, fókuszpont. Az, a baj, az a baj, hogy ezeket az embereket nem bilincsbe viszik el. Érted? Hogy, van egy hogy, másik... Kat... Ja, Bocsásság, mondjad? Eltűri, eltűri a társadalom. Érted? Hogyha tízezerszeresre hígítasz valamit, ami már nem tudom, hogy molekula szinten jelen van az anyagban, az hatékonyabb anyag. Nem, az úgy van, hogy és minél jobban hígítani kell... kell. Minél jobban hitték, hogy annál hatékonyabb lesz. Hát ez, ez komolyan mondom, tehát nem csodálkozom egyébként. Tehát, ha valaki nem tud egy szűrőn keresztül nézni a világra, vagy nincs benne meg ez a fajta egészséges szűrés, akkor ez, az, tényleg valami párhuzamos univerzumba találja magát pillantok alatt. Erről Ö, vagy ezzel kapcsolatban is van még a cikkben egy, ö, egy bekezdés, a, ami az emberekre ö, jellemző dolgokat cínsággatja ki, kicsit, hogy hogy az a jellemző az emberekre, hogy ö, ők azt hiszik, de csak azt hiszik, hogy sokkal többet tudnak a dolgokról, mint amennyit valójában tudnak róla, és hogy ennek a többi ember az oka. Még megkérték az embereket, hogy részletesen ismertessék, ö, és ilyen bonyolult dolgokat, hogy a cipzár, hengerzár, a WC-nek a működését. És ezt sem tudták megtenni, de azt hitték, hogy azért, mert olyan kurva egyszerű használni mondjuk egy WC-t, és nem az ő intelligenciája van benne, hanem valaki másé, de mivel tudja használni, ezért tudja is, hogy hogy működik hogy olyan jól tudunk együttműködni másokkal, hogy észre sem vesszük, hogy, hogy, hol végződik a saját tudásunk, és hogy hol kezdődik a másoké. Tehát például <coughs> Mujó azt hiszi, hogy ő tökre jó be tudja állítani a hangminőséget a podcasthez közben, nem, csak a Charlie baszakszik vele még egy órát. Én azt hiszem, hogy mert ott voltam Mujóval a peren, hogy mekkora Isten császárság az, hogy én ott voltam a peren, mert én is ott voltam a peren, de hát közöm nincs hozzá, mondjuk, hogy én csak kinyomtattam a peranyagot, de mújónak a szellemi tulajdona az, ami ott benne van a vérrel verítékkel kiizzadott mondatai, amik egységes gondolatokká olvadnak a papír lapjain. De azt hihetem, hogy nekem is van hozzá közöm, mert beletettem fél százalék munkát ebbe. Viszont, hogy ennek akkor van... Van, ö, van, Charlie. Hát azért mondom, fél százalék. Ö, nem misztifikálom túl ezt a dolgot. De hogy ez a tájékozatlanság akkor válik igazán veszélyessé, mikor, és ezt leírják a cikkben, ha az alultájékozott személy a politika területére merészkedik. Azt, nagyon jó. Azt mondja, Igen. a WC-t lehúzhatjuk anélkül, hogy értenénk, hogy működne de milyen alapon ellenezzük, vagy támogatjuk a bevándorlás tilalmát? Ez a téma pár fokkal bonyolultabb egy WC csészénél. <laughs> És tényleg ez van. És Frankon azt hiszik ők ott, hogy értenek hozzá, azért, mert elolvastak, vagy valaki eléjük rakott egy olyan papírt, hogy én elolvastam azt, ami egyébként már kurvára nem is igaz, lásd formaldehid, vagy lásd ilyen meg olyan tanulmányok, amit utána fél perccel vissza is vontak de mivel eléjük raktak, elolvasták, és azt hiszik, hogy a tudás birtokában, a hatalom birtokában vannak, és még ráadásul ott van, hogy Gusztáv ilyen államtitkár, a másik olyan fókuszpontvezető, a harmadik, a... Mi a korányinak? Az meg olyan szép volt az a stratégia igazgató. Na, szóval ilyen pozícióban, ezzel a kevés tudással is felvérte... Sőt, ők, ők olyanok, mint, mint mi. Egy kibaszott erős galeri. Így támogatják egymást. Egyik hülyeséget mond, a másik kettő elhiszi, és, és, és így, így billegtetik egymást előre. Lassan, de billegtetik egymást előre. Hát ez, hát ez zseniális. Hát, ugye még cipa kiderül, hogy hülyeséget mondtak, úgyhogy már csak azért is ellenállnak. Egyébként tök jó hogy mondod ezt, mert a legutolsó alkotmánybírósági beadványomban pont ezt feszegetem, hogy gyakorlatilag az egész Magyarországi elektromos -szigaretta szabályozás az a nefinek az összefoglaló jelentésére vezethető vissza, mert hogy olyan az egész politikai struktúra olyan, hogy az alulról jövő szakintézmények szakvéleményének -szak kénytelen vagy hinni, mert ha nem hiszel nekik, akkor borul az egész közigazgatási működés, Tehát tehát van egy ilyen fajta alapvető hit abban, hogy ami az asztalodra kerül, az úgy van, mert miért ne lenne úgy, és innentől kezdve tényleg elég néhány nagyon buta, vagy néhány nagyon vakvágányra ment, vagy néhány nagyon rossz indulatú ember, hogy nagyon durva változásokat okozhasson egy ország életében is, és, törvényeiben, és ez, az ultragáz. Hát az, és pont a, ahogy mondtad ezt, hogy a politika az egyik ilyen játszótere ezeknek a, az embereknek, bevillant a tegnap, vagy te, tegnap előtti cikk, hogy ugye kiszivárgott, hogy mi lesz a kormány ö, következő hónapokra szóló ö, konzultációs füzetének plakátjain, ez az állítsuk meg Brüsszelt. És akkor tudod így, látod ezt a, a képet, az meg! Brüsszel egy város. Brüsszel nem jön ide. Tehát mi van? És, és a kőolaj ne nem finom. Be <laughs> ne fogja nyalni több millió ember ezt a, ezt a hülyeséget, érted? Tehát ez, nem, nem is értem ezt az egész brüsszeles ö, dolgot. Ott van egy darab hivatal, amire ők célozni akarnak, de ezért egy egész város érted, ö, pejoratíven beállítani, hát azért az, az, durva, és nem meresleg marhaság. Ráadásul nem is Brüsszel, hanem Strasbourg, mert ugye most az Emberi Jogi Bíróság <laughs> döntése fáj nekik kíméletlenül, mert az órukra koppintottak, hogy pazd meg, ez tényleg gáz, amit csináltok. És ott azok nem is tudják, tehát tényleg valószínűleg az emberi jogi bírák azok azok, akik, akik nem képesek megítélni objektíven ezeket a kérdéseket. Édes Istenem, komolyan. Hát, Kriszt... mint, hogy az e sem tudják objektíven megítélni az e-cigaretta dolgait, ezért aztán... Én, én tegnap terüli. ezért mondtam egyébként az adásban, hogy alapvetően basztuk el a dolgokat, illetve az is, aki azt gondolja, hogy, és akkor most mondom, hogy mit, hogy, hogy a döntő részében félreértelmezik az elektromos cigarettások, hogy ezek a perek ö, értük is, értük is vannak, de nagy részt, nagyobb részt azokért kell, hogy legyen, akik most nem elektromos cigarettát használnak, hanem hagyományos cigarettát. Nekünk őket is kell szapportálni. Attól függetlenül, hát. hogy mi a világnézete, vagy mi a gondolkodása erről. A tényeket kell velük megismertetni, közölni, ö, alternatívát mutatni. Hát egy nem... részt másrészt pedig, hogyha túllépsz ezen, hogy hogy mi van, akkor gyakorlatilag a mostani harcunk az a jövőbeni dolgokat fogja eldönteni. Ez a táptalaja annak. Most nem, 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 nem meg. Nem azt kell várni, hogy hogy holnap te szabadon bemehes bárhova és gőzölhess, hanem a mostani ellenállás az valószínűleg a jövőt fogja alakítani. És ha most egy fokot hajtunk, a jó irányba ezen a dolgon, akkor 10 év múlva nem 30 fok lesz az eltérés. Tehát ezeket kell tudomásul venni, és hát ugye minden kis lépés egy nagy lépés. Az e az emberiségnek is, mondta annak idején Armstrong, de az e-cigarettásoknak is. Krisztiánnak még egy apró kis retorikai kitérő, ami szintén a cikkből no. származik, nem tehát azért, mert elolvasom, nem tekintem magaménak, és látod, mennyit tanul az ebből is az ember? Ö, azt mondják, hogy ha ilyen emberekkel találkozol, nem te, csak ha bárki elektromos cigarettás próbál meggyőzni valakit, aki, miért jó az nekem, sokkal károsabb, de mondjuk Krisztián elmegy a bíróságra, és szembe találkozik Gusztával, vagy, vagy Détiborral, vagy a képviselőjükkel. Mit tehetünk a meggyőzhetetlen emberekkel szemben című bekezdés? Próbáljunk érzelemmentesen hozzáállni a vitához. Pipa. Vitatkozzunk, ne támadjunk. Pipa. Hallgassuk figyelmesen a másikat, és próbáljuk pontosan megfogalmazni az érveinket. Pipa. Tartsuk tiszteletben a másikat. Hát, pipa. Vegyük tudomásul, hogy a másik miért tart ki a véleménye mellett. Hát ez abszolút pipa, tudjuk miért. <laughs> Próbáljuk érzékeltetni, hogy az új tények nem szükségszerűen járnak együtt a világnézet megváltoztatásával. Pipa. Ez sem garantálja még a sikert, de hogy ha ezt elvégzi az ember, akkor tiszta lehet a lelki ismerete, hogy mi bár pedig mindent megtettünk. És természetesen ugye ilyenkor jön az, hogy egy picit jó, hogyha az ember két lépés hátra és és felülvizsgálja saját magát, hogy esetleg nem-e ő az, aki a másik, a backfire effektet alkalmazza is, és, és nem hajlandó beismerni az igazságot, de hát úgy gondolom, hogy a rengeteg-rengeteg a tanulmány, áttanulmányozása, fordítása, olvasása után mondhatjuk azt, hogy, hogy vagyunk annyira nyitottak, hogyha egyszer csak az jönne le valahol, hogy már pedig ez mégse úgy van, akkor azt elfogadnánk. Szóval ez egy kurva jó kis cikk, és attól függetlenül, hogy offnak tűnik, barom is sok átfedés van köztünk, illetve a, a, az evangelizáció között, ilyen mikro elektromos cigaretta használó szinten, hogy odamész X-hez, Y-hoz, hogy azt te hogy akard-e, akard és milyen eszközökkel meggyőzni, illetve ilyen tárgyalás metodika, tárgyalás, a Krisztián, amikor bemegy a bemegy a farkasok barlangjába, hogy ö, mi az a célszerű, amit kövessen de hát minden, mindent úgy csinált Krisztián, ahogy a nagykönyvben is megvan írva, tehát abszolút te pipacica. Jár a piros. És volt. amit mondtál, hogy off topiknak tűnik igazából, ha jól belegondolunk, ez bármelyik elektromos szigaretta használónak egy átlagos kedje, amikor ezek a dolgok így elő a buszmegállóban, a munkahelyen, bármikor. Egyébként most a buszmegállóra, ez már egy annyira off, hogy tényleg nagyon off, hogy, hogy megint egyre többször, vagy lehet, hogy csak azért, mert jön a jó idő, és inkább mindenki kint van, de de egyre több elektromos cigarettát, sőt, mikor a parkolóba megyek, a nagy parkolóba a cégünknél, és látom, hogy előttem, ha már valakinek túlzottan nagy a füst, ami kijön a fejéből, akkor élek a gyanú perre, hogy ez lehet, hogy nem is füst. És várok, egy picit várok, aha, és ahogy leengedi a kezét, ott látom, hogy ott van egy Aspire kazán, valami kis készüléken, és jó, még egy elektromos cigarettás. Egyre többet látok a, a városban, úgyhogy ez, ez, tökre fasza. Attól függetlenül, hogy micsoda nehézség most már. Így, hogy már járok a városban, én is. Abszolút. Ha egyedül éreznéd magad, tartsd magad elé a tükröt, és ott is van egy úgy néz ki, mint én. A kurva élet. De így szúrtam ki a kollégát is egyébként, ott ment valamivel előttem, és egyszer csak jött, mert, mert ugye ez füst, mint ahogy azt el szeretnék hitetni velünk, és az első így regisztrálta az agyam, hogy hogyan gomolyog, lefele indul el, stb. Hoho, -ho, ez nem füst? <laughs> és akkor közelebb mentem, és ott a oda kezébe. És mondtad neki, hogy szia, én vagyok Pivko Krisztián, aki egyébként, már hát, csináltam egy ilyen kis apróbb kis premiért, nem tudom, ismered -e a figurát, meg meg hát, hogyha az f ismered, akkor az is én vagyok. Második nevem úgy van, Pivko F.V. Krisztián. Nem szoktam nyomulni, Csárli. Nem? És mondtad nem. neki, hogy keverek neked jó kis rebarbarás kamillás likvidet? Nem mondtam. De adtál nem neki csak valamit. Látom információval. Aha, aha. Az se rossz. De már két éve cigizik egyébként, úgyhogy, és, és nem is kettős felhasználó. hát az a, van, az a legjobb hogy... egyébként. És ő, ő, mióta van itt nálunk? Francia, mondtad. Ha jól emlékszem, három hónapja. Aha, és azóta nem, tehát erről nem beszélt, hogy neki a kinti viszonyokhoz képest ez mennyivel nehezebb most hozzájutni bármihez? Nem, mert hogy készlettel érkezett, és ja. ez ideig nem pont, azért mondom, hogy tök jó, hogy pont most egymásra találtunk, mert most készült a napokban kifogyni a, a dolgaiból, úgyhogy eddig nem merült föl, hogy, hogy utána kéne járnia. A dolgoknak. A dolgoknak. Ja, az jutott még eszembe Strasbourg kapcsán, meg az emberjogi bíróság kapcsán, hogy szintén az, az legutolsó alkotmány bírósági anyagban elkezdtem kivesézni azt is, hogy ugye 2012 végén még teljes melszélességgel gyógyszeré akarták minősíteni a e, dohányzás fókuszpont és az emmi az elektromos cigarettát, és ott az érvelésben volt nagyon durva. Ugye pont ezt megelőzően voltak az akkor még gyógyszerrendészeti szabálysértési perek, amikben mi, minden esetben a bíróság odabaszott a, a, az állami szerveknek, hogy hülyék vagytok, hát ez már pedig lenn, nem gyógyszer. És ott volt az érvelés benne, így egy kicsit szabatosan átfogalmazva, hogy, hogy érthető legyen. Azért is fontos, gyógyszernek minősíteni az elektromos cigarettát, mert a bírósági joggyakorlat homogén módon szophat minket, és hogyha ez le lesz írva feketén-fehéren, hogy már pedig ez gyógyszer, akkor soha többet nem dönthet úgy a bíróság, hogy nem az. Tehát még, még ez is oké, rendben. Tehát tök hülye a bíró, meghallgat egy doktor farcalinos meghallgat egy doktor Angyal miklós és azok a hülyék nem tudják, csak azért is nekünk lesz igazunk. Hát így. Krisztián Fifika. Most azt kell mondanom, hogy breaking, breaking, breaking news. Ez olyan breaking What? news, hogy bazd meg most jött. Tehát ez abszolút egy news, és abszolút egy hallgatónkkal kapcsolatos. Lelkes hallgatónk, Patreonunk egyébként, ha jól emlékszem. Vocelka Gábor. Fia született. Úgyhogy oh. ezúton is gratulálunk a a pokol három lovasa innen a sötét stúdióból gratulál neki. Már csak azért is, mert hogy a trónörökös neve Vocelka Dávid Robert. Tehát benne van Blacky, benne van Cs oh, 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 oh. <laughs> Egy igazi kis kulák törpe. Gratulálunk még egyszer. Gratul. Zsíros deszka. De most, most már tényleg meg is nézem, de miért nem jön be ez a tetű oldal? Na mindegy. <kül> Tovább megyünk addig a show ez van. Meg akartam nézni, hogy van-e olvasói kérdés, mert voltam olyan balga, hogy pár ásító, hogy beraktam csak annyit, hogy, hogy van-e értelmes kérdés, de egy darab jött. Gazdag Feri kérdezte, hogy a nagy változásról lemaradt-e, vagy még titkos, de <coughs> ha jól tudom, Fifika, akkor az a jövő heti 150. Jubi Leumi podcasten. Így van, így van, oda tartogatjuk. Azt ö, nem találkoztunk azóta, képzeljétek el is, tehát, hogy nem is láttátok. Kaptam a Dvarvnak a gyártójától egy ultra mega kulák limitált edition Dwarv RTA-t, aminek a popójára az van írva, hogy RT a Podcast 150 figyelem, meg a kulákság 1 per 1. Úristen! What? Aki azt elviszi, gyerekek? <coughs> Finoman szeretném közölni, hogy mindenki játszhat a tombolán, de ott lesz a Andor is. Andor azt mondta, Na jó. én is tombolázni fogok a végén. Na jó, megint el kell mennem, ez nekem kell. Szóval. <gül> <gül> mert az var volt is, tehát ott sem volt, mert egy tombol a is azzal megnyerte, amit azóta se használt, de a kulákság az, az nem ismer határokat. Ja, úgyhogy ö, ilyen dolgok jöttek, és küldözgetik már nekem a, a, az emberek a pakkokat. Ettől függetlenül mm, Oszis Pelszó V3-at, te is ajánlottál föl, Fifika, te is, ugye a, 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 a provarító kezdve a, a mentesleves, mindenféle ö, jóság lesz ott, tehát tényleg lassan minden főre jut egy valami. Már csak juh hiányzik. milyen lenne fifi betámasztani egy bárá. Juhatot... Gondolkoztam rajta, hogy, hogy, az marha nagy, tehát inkább bárány. Hiányzik. De ütőtáskába kéne, megnyúzva. Tehát, hát az úgy, nem jó. Azt úgy kéne tudod, hogy és itt van a star vendég, akit minden adásban megemlítünk. Emőke a jó. Hú, remélem most semmelyik emőkét nem sértettem meg. De körülbelül ennyi. Úgyhogy menjünk át szerintem a ez is elég könnyed téma volt, de sorozatban most nem gravíroztam be semmit, mert igazából új nem indult, lassan vége lesz a, a Walking Walking Deadnek, úgyhogy javaslom, ajánlom, hogy hozd fel magad Krisztián, mert aztán itt vérfürdő lesz képletesen, és a szó valódi jelentése szempontjából is. Annyi lenne, hogy én a videóba beraknám, most kettőt raknék be, a Filbuszárdónak a 3x1, meg a 3x2-es videóját, amit ugye a beszélgetés is ebben zajlott, még lesz egy, az majd jövő héten. A... Na, te is ilyen ügynök tagadó vagy, a 3x3-asat nem mered oda tenni. <laughs> hát olyan nem volt soha. Olyan nem volt soha, erre kérek tényeket, támaszd alá! És szerintem a föld meg lapos. Kész. Fifika, kultúrában mit javasoltál? A puskás Ferenc hadmérnök születését ünnepeljük, aki nem azonos ugye Puskás Tivadarra, aki egyébként az öccse volt, ő volt az, aki az első telefonközpontot építette, tehát a két Puskás közül a, a Tivadar volt, aki tervezte, és a Ferenc, aki egyébként hadmérnök volt, és a, az Egyesült Villamossági ö, Gyárnak ö, volt a, a vezetője, ő pedig építette a telefonközpontot, amelyik ugye Európában a negyedik ö, telefonközpont volt abban az időben. Ez hol volt helyileg? Helyileg kérlek szépen, ez a fürdő utcában volt, ma József Attila utca 10 szám. Aha. Alatt ott kell, kell is, hogy legyen egy emléktábla, amin Ferenc és Tivadar együtt. Várjál, az nem a 19. kerület? Vannak rajta. Most azon gondolkozom, mondjam, hogy, hogy nekünk van ott szerintem egy telephelyünk, és és valamire. József Attila utca 10. Itt kerületet nem ír. Ne? Aha. csak azért kérdezem, mert akkor lett volna igazán kicsi a világ, mert nekünk most az aktuális irodánk az egy ezer éves régi szecessziós telefonközpont épület volt eredendően. az vicces lett volna, hogyha ez pont az lett volna, de nem. Dugjál a... egy-két banán dugót, hát ha össze tudod magad kapcsolni. Nyolcadik a... kerület. Nyolcadik kerület. Nyolcadik kerület. Nyolcadik kerület. Nyolcadik kerület. Uh... Azt mondja... Ennyit tudok így most hirtelen kideríteni, mert a Wikipédiát uh, lestem én is, és betettem egy videót a, a telefonközpontról, ez egy abszolút friss videó egyébként, csak hogy... <tosz> Ugye annak idején az elektronika csúcsát jelentette ez a telefonközpont. Mert az jó tudni, hogy ami előtte Európában beüzemelésre került, az még nem egészen ezt a rendszert használt, amit a puskás tivadar kifejlesztett a hatékony telefonközpont. Illetve a kapcsolások terén, de hát akinek, akit ez érdekel, az, az utána, mert amúgy meg egy élmény egy ilyen uh, dolgot látni úgyhogy ennyi volt a, a kultúra videó rovatba. hát azt mondtam a videóban a Phil videó. két videóját be besomtam úgyhogy okay. ennyi videó Ör. dömping a hétre Jó, a sorozatból én én most elkezdtem nézni a, a százat a már százat. hogy az új évadot? Nem, nem, nem. Én még ö, azt hiszem, a tavaly az első két részt néztem meg, és akkor ja? most, hogy végeztem a... a... már. Milyen elmék? Gyilkos? Nem. nem, nem, nem. Szurc. Az ügy, az szuic, így van. Szúcs. Végeztem a szújc. Szúccal. Rákattantam a százra. Egyre kattanyunk még rá majd a sorozatra eszembe jutott, hogy ez igazából nem volt, hogy az első évad a nagyon erős volt. A második évad a szerintem egy kicsit el lett és a harmadik évadnak itt van, az előzetese. Elég csak annyit mondanom, hogy fargó. Szerintem ajaj, 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 megint ajaj, meg kell ajaj. adnom neki a, a, a bizalmat, már csak a, a trailer miatt is, a szereposztás miatt is. Amikor Ivan meg Gregor egy színi, egy, egy ikerpárt alakít a sorozatban, aki az egyik fel egy nagymenő ingatlan király, a másik meg egy kopasz, pocakos testvér, akit semmire nem vitte. Van benne potenciál úgyhogy én föl se ismertem először igazából, de ott lesz a Harry Potter filmek, Lupin professzora is föltűnik majd benne, úgyhogy... Ö, Ez kemény lesz akkor megint. Úgyhogy város, város, ö, berakok majd, berakom majd... Akkor ah, hova rakom? Mindegy, berakom a sorozat, négy videó lesz benne, bassza meg. Mindegy. Ö, a Fargó S03. Én azt javaslom Fifika a százal kapcsolatban, hogy az első évad az szerintem az el fogja vinni magát. A második évad egy küzdelem lesz. És szerintem, hogyha ez a negyedik évadna tartunk most, akkor a harmadik is. Vagy csak a három lesz nagyon szar. Na mindegy. A, a mostani évad, előtti évad az nekem botrányfos volt. És a mostani kezd magához térni. cselekmény és történet szempontjából is. Tehát ez most már utol érni azt, ahol ahol abba hagyták a minőséget szerintem mondjuk az egy végénél. Jó pofa, jó pofa. Úgyhogy jó lesz az a száz is. Nem tudom, hogy van-e még valami Majd a... Majd látom, a... hogy mennyi kitartás lesz bennem. Rendszeres köhögésén kívül. Bocsánat, megvagyok fázva bocsánat. Mindig ez van, tehát bármikor köhögsz. Ja, meg ott van még az outsiders is, ami 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 most megint darálós nálam. bazz meg ezzel a preacherrel, nagyon lemaradtam, Krisztián, ne haragudj, én kérek elnézést. Meg a 12 majommal is. Az úgy veri az outsiders, mint az IHA, én az outsiders félbehagytam, félbe mert annyira borzalmasan lomhán kezdett alakulni, hogy mi van. De a preacher az el, nyers, netó elmebetegség elejétől a végéig. Na jó, hát nálam így volt a, a zénésen is, tehát azt is kasszáltam. Na én a 12 majomnál nem, de nem, de nem el. úgy, nem úgy, nem úgy nettó elmebetegség, az másképp a elmebetegség. Jó, persze, tudom én, hogy van ennek is fokozata, de, de mondom, hogy nem, nem gyere be. Uh, viszont érdekes lehet még a, nézzétek csak szépen a, a Homelandet, mert, mert az, ami a a megválasztott elnök környékén zajlik most, az, az nettó ez, ez a, amit mondtam is egy picit, ez a, ez a média hack, a, a, befolyásolás, és a többi, és a többi ezzel kapcsolatban. Tehát pont az, ami, ami zajlik a, a, világban is, meg, meg, a, a korányi, meg a többi span ö, Úgyhogy Csomóát Csomó áthallást lehet azzal is felfedezni. Óceánia mindig is Eurázsia ellen viselt háborút. Jó, jó. <laughs> ja, úgyhogy nem tudom, van még valami, amit föl kéne dolgoznunk? Azon kívül, Nincs. hogy a föld gömb alakú. Azon lapos, lapos. Nem, nem, gömb alakú. És, és, és Brüsszel jön. És vissza, és vissza kell tartani, mint a, a, mint Brace. a rosszkor jött hasmenés. Senki nem menjen, senki nem menjen Brüsszelbe, ide jön. Ennyi. Brace yourself, Brüsszel is coming. <gül> 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 ez <nagyon> jó. <laughs> Na jó van, fiúk, tegyük Tudjátok, el mint ez, ez, legyen a cím. <gül> jó. <gül> jó. jó. A, annyit még tegyünk hozzá, hogy jövő héten lenne a 150, de mivel 150 azért ne várja senki csütörtökön, hanem szombaton a, a közönség találkozó keretében fogjuk rögzíteni az adást, és akkor valamikor, inkább azt mondom, hogy hétfő környékén fog kikerülni, majd tehát most egy másfél hét. Lesz a két adás között. Addig is viszont, részérszem, <laughs> jövő héten találkozunk a közönség ö, találkozón. Közönségesek leszünk jövő héten. Nagyon. Ja. Úgyhogy addig is mindenkinek jó nyaralás, sok locsolót, sziasztok. Egy élmény volt, sziasztok. Köszi, sziasztok. Tudnám, hogy én ilyenkor miért integetek, így mindig integetek, hogy sziasztok. <laughs> Ez kész. Mert jól nevelt vagy, Csály. Is. Na, állítsuk le!